Létrehoztunk hosszú évek alatt egy olyan csoportot, egy olyan tudományos élettani csoportot, amely nem csak a játékosoknak a erőállapotát, az igazoláskor, a menet közbeli adatok feldolgozását szolgálja, hanem bizony olyan eszközeink vannak már, amelyek a legmodernebbek a világban. Mondhatom, hogy kis kórház van már a klubunknál, és ezáltal azt is tudom mondani, hogy az utóbbi időben nullára csökkent a sérültjeinknek a száma. Úgy gondolom, a mai modern futballnak ez a háttérintézménye, ez már nélkülözhetetlen, és bízom benne, hogy a későbbiekben és az országban is azért nagyon sokan el fogják majd sajátítani. Mióta van meg a kapcsolat önök, akik biztosították ezeket a gépeket és a klub között? A cégünk és a Kisvárdai Futballklub között több éves kapcsolat áll a háttérben, még az MB2-ből a Révész Attila igazgatóval nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, és azóta évről évre mind a felnőtt, mind az utánpótlás futballcsapatnak a legeslegjobb gépeket próbáljuk szállítani. Milyen méréseket kell elvégezni ahhoz, hogy képben legyenek arról, hogy milyen állapotban van egy játékos? Rengeteg oldalról lehet ezt az egészet megközelíteni. Mi folyamatosan minden oldalról megközelítjük, de amiben egy kicsikét másképp gondolkozunk, és én másképp gondolkozom mindenféleképpen, az egyértelműen az, hogy a prevenciót hogy kezeljük. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy már úgy jöjjenek a gyerekek ide, illetve úgy kezdjék el a sportpályafutásukat, hogy preventív jelleggel dolgozzunk velük, vagyis előkészítsük arra a pályafutását, hogy ne sérüljön meg a későbbiek folyamán, tehát úgy készítjük a gyerekeket, hogy rendbe kerüljenek. Ennek megfelelően rengeteg mérést csinálunk természetesen, és a kiválasztási rendszerünket is kitágítottuk és rendbe tettük. Többek között fizikális méréseket végzünk, játékügyességet nézünk, és kognitív vizsgálatokat is végzünk a Vienna Test System géppel. Aki belép ide a Kisvárdai stadion orvosi részegebe, egy picit egészségügyi részegebe, egy picit boszorkány konyhában érezheti magát, rengeteg gép van. Milyen funkcióval bírnak ezek a gépek, mire használjátok őket? Folyamatosan felépülő fizioterápiás részleg lett kialakítva az évek során, és hála jó Istennek már eljutottunk arra a szintre, hogy ez Magyarország top kategóriás fizioterápiás, rehabilitációs részlegéről tudunk itt beszélni Kisvárdán. Olyan eszközökkel dolgozunk, ami most a modern sportorvoslásban, illetve a modern fizioterápiás kezelésekben elengedhetetlen. Ilyen talán a hátatok mögött található lökéshullámterápia. A hátunk mögött pont a kolléganőm, a Pap Dórika fizioterapeuta, gyógytornászunk, egy sérült játékosunkat kezel, aki alapjában véve egy akut sérülése van, egy oldal szallaghúzódása van, egy fókuszált fejjel egy oldal szallaghúzódást kezelnek, ami szépen a prevencia, az ismét visszasérülés elkerüléseképpen ezeket meg szoktuk ismételni hetente egyszer, kétszer. Azt tudni kell, hogy nekünk vannak mobil eszközeink, az a hordható eszközökről beszélünk, ilyen van nekünk több, akár a mágnesről beszélünk, tehát otthoni használatra vannak ultrahangos eszközeink, amit a kollega nőink, vagy én beállítok értékeket, azokat ők otthon, a szabadidőjükben is még plusz tudnak kezeléseket maguknak leadni. Kicsit furcsán hangzik, de gyakorlatilag ti akkor végzitek a legjobb munkát, ha minél többet üres ez a létesítmény, igaz? Nagyon örülök neki, hogy ezt a kérdést valaki felteszi. Igen, minket ez minősít a kolléganőimmel, a Pap Dórival, a Szávai Zsófikával és a többi kollégáimmal, amikor nincs munka. Mert akkor ezek szerint akkor valamit jól csinálunk. Nyilván protokollszerűen dolgozunk, de azért mi egy kicsit ebben már tovább léptünk, mert van nekünk egy tematikánk, hogy mit mivel kombinálunk, és igenis ki kell, hogy tudjuk mondani, hogy ez egy másfél éves munkánk az eredménye, hogy eljutottunk már oda, hogy igen nagy hatásfokkal tudjuk ezeket a sérüléseket kezelni.